reggelre kelve, ahogyan ez itt szokás. Közértbe megy le, te ért János és Tamás. Házakon rések, azon kilé... Van ez a felsorolás. A következő, ez még emlékszem, a Tamásnak az albérletében volt a Bródy Sándor utcában, hogy megvolt a motivum, megvolt az első két verszak, és akkor elkezdődött ez a kérdésem volna pálinkát, miért nekem már felismert tanárul vagy, tán elfelejtett már. Az egyik sor a másikat hozta a rím miatt. Kérdésem volna pálinkát, miért nekem már felismert tanárú vagy, tán elfelejtett már, jó, igen, akkor ez egy olyan kínrím-szerű. Éva tegnap volt az abortusz bizottság előtt, ekkor kialakult már az, hogy tulajdonképpen az elvont és a konkrét dolgok váltakozása, költői váltakozása fogja megszabni ezt a dolgot, hogy ahogy az ember ömleszti azt, hogy hogyan élek. Mi a fontos dolog. Na most emlékszem, egyszer rím kényszerben ültem, körülbelül két perc óta töprengtem, amikor, igen, ja igen, hogy hogyan folytassam, nem volt rím kényszer, mert igen, a rímpárnak az első során töprengtem, amikor ők vártak a két gitáros, és közben beszélgettek, nem zavartak, halkan beszélgettek egymással, és a Jánosnak állandóan az volt a gondja, hogy ő katonai behívótól tartott, hogy elviszik, tehát el is vitték egy évre később. De hogy és mondta a Tamásnak, hogy hát három év múlva én nem vagyok hadköteles. Hát ami nyelvtanak helytelen, nem leszek hadköteles. Úgy kéne mondani, de hétköznapi, már három év múlva nem vagyok hadköteles. És mondom, akkor ezt kéne beleírni, és beleírtam. Három év múlva nem vagyok hadköteles, igen. Hirtelen nem is tudom, mi a rím erre ebben. És volt nekem egy mániám, amit tudtam, hogy feltétlenül bele kell tenni, a fekete lyuk. Akkoriban bukkant föl a fizikai égbolton ez a fogalom, akkoriban fedezték fel a fekete lyukakat, és nevezték el. És azt mondta nekem Erdély Miklós nevű fantaszta, hogy Géza, értsd meg, a fekete lyuk egy nem létező égi test. És éreztem, hogy ezt feltétlenül bele kell tenni. De azóta is, hát azért nem tudom, hogy a fekete lyukkal milyen viszonyban vannak, de én azóta is az egész világképemet megváltoztatta az a fizikai felfedezés, mert tulajdonképpen én azoknak a pártján vagyok, akik azt mondják, hogy mi magunk is egy fekete lyukban élünk. De az egész általunk ismert mindenség egy fekete lyuk, egy másik mindenségből tekintve. És ez sikerül belőle, és az, hogy a fekete lyuk nem létező égi test, három év múlva nem vagyok hadköteles, így került egymás mellé. Például. És akkor ez így, az, hogy billeg az egész, így. Na. Két percig gondolkodtál? Két percig. Akkor az már alkotói válság nálad. Nem, de jókor szólalt meg a János. Ha nem szólal, nem mondja ezt, akkor... Igen. Tehát az égboltról azonnal a izébe a magyar, korabeli magyar adminisztrációba zuhant a dolog. És hát az életkorát úgy mondja meg, hogy egy olyan ember úgy közli a hallgatóval, hogy egy olyan ember, aki nem tudja pontosan, hogy a tanár, volt tanára felismerje, vagy elfelejtette már. Szóval ebből lehet tudni, hogy a 20-as évek második felében van. Az, hogy ez az első két sornál, hogy az elvont meg a konkrét váltakozik, ez egyből be is ugrott neked? Vagy ez itt jött csigerül? Egyből, persze, mert csak annyi, ez érzék volt, nem tudatos, de csak annyi, hogy változatosnak kell lenni, mert úgy azt éreztetik, hogy mindent akarok markolni. Ezeknek a daloknak a sorrendjét, az végül is hogy állt össze lemezzé? Milyen módon
fűződött össze hát végül? Ez úgy, hogy hogy megvoltak a dallamok, és azt mondtam, ez későbbi, most valami más kéne, ami olyan, és érzésem. Tehát tulajdonképpen elkezdtél egy történetet az elején, és ami odaillett, azt húztad oda. Igen. Akkor mi volt a fejedben most a második? De bocsánat, a levélforma döntött el mindent. Tehát levélben azt írjuk meg, amit akarunk. Nem? Hát, hogyha közel egy hozzánk tartozónak. Na ez az, akkor miért nővéred? Hát, mert... Jó, akkor eláruljam. De ez tényleg nem, szóval ez egy nehezen vallom be, az a múzsa. Erre varj gombot. Azok fényében, amit az előbb mondtál a múzsáról, inkább nem varok semmit sehol. Kinek köszönhetek mindent. Tehát egy presszó, nagy itt a zaj, a kiabálás, figyelmemet egy férfi köti le, éppen mellette nő. Előtte pohárban gonosz ital van, beszél és kérdez, amit mondasz, papírra írom. A 70-es években a zongorás zenés espresso az egy műfaj volt, és ezek voltak a legtovább nyitva tartó espresszók általában. És abban a korban szűnt meg az új gazdasági mechanizmusnak nevezett gazdasági átszervezés, és valóban lehetett hallani több közgazdászról, akik meghasonlottak emiatt, akik kulcsemberei voltak az új mechanizmusnak, és elvették tőlük ezt a társadalmi reform lehetőséget. És a Szeberényi név az nem a Bereményinek a hasonmása, hanem valóban volt egy Szeberényi nevű közgazdász, aki inni kezdett keserűségében abban az időben. És ez egy olyan, mint egy szamizdat hírlap, hogy Szeberényit is beleveszi, és az új mechanizmust is megemlíti. Tehát egy ilyen korabeli politikai pikantéria is volt beletéve, mint egy csalétek. Nézzetek, gondolkodtál tudatosan a saját dalszövegeidnek a irodalmi vonzatáról lévén irodalmár végzettségű? Tehát ott tudtad te, hogy mit csinálsz? Nem gondolkodtam, mert itt a szabadság és az intuíció a lényeg, és nem a gondolkodás. Azon gondolkodtam, hogy ez már majdnem olyan volt néha, mint egy librettó. Mint egy? Librettó. Ja, igen, ez elképzelhető, hogy az ő opera igényükből támad. De azt tudod, hogy miért volt nekik opera igényük? Miért volt nekik opera igényük? Hát szerettek volna, hogy vagány dolgot csinálni. Falnak támasztott háttal? Nem, akkor már nem. Operálni? Akkor már mind a kettő. Jó, menjünk tovább. Ezzel természetesen levéllel folytatódik, meg apakalapja. Szerintem igen. Apakalapja jön. Ez nekünk egy régi számunk a Tamással, úgy értem, hogy még a kezdetén ez a 8. vagy 9. dal, amit csináltunk, és ez nekem a lelkem csücske, ez az apakalapja. És abban volt az Irén név megemlítve, és így lett meg, hogy a levélnek a alanya, vagy mi az Irén legyen, vagy a tárgya. Itt születik meg Irén először. Igen. Odúvarunk végében lakott egy Irén nevű idős hölgy, és az volt a minta. Összetéve azzal, hogy ő a múzsa. Egyre nagyobbak a kanyarok. Jó. Egy világ nézeti klub, tágteret nyit ki és nyújt, számosak díva fújja és szívja komolyan a cigarettát. Fordítsuk hűderemet, fordítsuk hűderemet, fejedeteiről a talpára híget, passzolj még egy cigarettát. Folytatjuk ezt a... Mire gondolt a költő nyomvonalat, akkor az álomfejtés, a jutalomásztás és a világnézeti klub volt mögöttünk. Itt hogyan gondolkodtál a szövegekről, vagy a nem létező történetről?
a motivumokat elmondhatom, amikből születtek. Igen. Jó, hát a világnézeti klub az a ötvös klubban, az volt az egyetemi klub, időnként benyitottam egy ilyen oldalsó szobába valami, ahol itt rengeteg ilyen fontoskodó hülye cigarettázott, és világnézeti, kérdeztem mi ez, és mondták világnézeti klub, és akkor a vitakészség alakulása, és egy klubvezető tartotta, és akkor beírták az egyetemen, hogy a világnézeti klubok működése beszámolóit írtak róla. De hát ez hihetetlen volt, azok a pofák, ahogy fontoskodtak ott, meg és így tovább. Ez a jó szándékú marhaság, amikor bármikor átfordul iszonyatos dűbe, hogy menj te a francba, ne zavarj minket, mert nagyon fontos dologban vagyunk. Emlékszem, hogy az egyetemen volt egy alkotókör nevű dolog, és abban én megpróbáltam, akkoriban már írtam novellákat, megpróbáltam, beadtam, meg nem tudom én mi, de hát rettenetes alakok jártak oda, ilyen szörnyűek, és egyszer az ötvös kollégiumban Budán volt egy ilyen gyülekezet, akkor úgy gondoltam, hogy én most már soha többet nem fogok bele eljönni ide, mert szörnyű volt ez a fontoskodás, üres tartomatlan baromság, és bejött egy szemtelen alak hátulról a hátsó ajtón, így körülnézett tüntetően, és böfögött egy hatalmasat, és kiment. És mondtam, ki ez? És mondták, a Spíró, ezzel nem kell komolyan venni. És akkor éreztem, hogy itt egy kollega. Ez végre tudja, hogy mi van. És ezt el is meséltem neki, ő azt mondta, nem emlékezett, csak hát tényleg utálja ezt az egészet. Ez a spírói iróniának a lényege, ő neki ebből táplálkozik. De nekem is tulajdonképpen ezek a fontoskodó üres, ez rettenetes, üres korszak volt, tudni, üres, és fogytak a papírok, meg a nem tudom én, meg a tinta, meg a nem tudom én mi, minden csak fogyott, de semmi nem volt, szóval semmiről nem volt szó, és hogyha valami hirtelen elhangzott egy eredeti szó vagy kifejezés, meg se hallották. Szóval nem is, tehát annyira eltompító volt ez az intellektuális munka, ennyit a világnézeti klubról. A fáskerti né pedig, hát az egy olyan, hogy az édesanyám a budapesti építőanyagipari KTS-nél dolgozott, és annak a volt két telephelye, a ládabontók és a ládaépítők. És akkor átszállítottak a lebontott ládát a ládaépítőre, és akkor visszavitték, ott lebontották. Tehát így a munkanélküliségnek a izéje. És ez egy melléküzemága volt a építőanyagipari KTS-nek, minden építőanyagokat is csináltak, meg azokkal is dolgoztak. De annak volt fáskerti elvtársa főnöke. És a fáskerti elvtárs egy vállalati bulin, én sose felejtem, fáskerti elvtársnak volt egy csinos felesége. És én ilyen 19 éves lehettem, és rám nyomultak ezek a főnök feleségek ott. És be voltak csicsentve, meg mit tudom én mi, és én így néztem anyámra, hogy akkor én most hogy viselkedjek, meg mit tudom én mi. És ő is kacagott, meg mit tudom én mi, és láttam, hogy mindent szabad, és táncoltam ilyen jó behúzósat ezekkel a nőkkel. Na hát körülbelül ez az alap, élmény alapja ennek. És a fáskerti elvtárs is biztatott. Nem volt gond a Tamásnál, hogy ezt elénekelje? Tessék? Nem volt gond a Tamással, hogy ezt elénekelje? Nem, a Tamás egy idő múlva, hogy ezek a nők a Géza női, nem az én nőim. Ő mentegetőző. Ő még volt olyan, hogy a közönségnek is mondta, hogy ezek a Géza női, én csak eléneklem. Egész másképp érzett, ő egy szép, neki szép volt. Nem ez az élet, hanem az udvarlás, meg stb. Elmondom, hogy először egy férfi jött. Hát az álomfejtés az magáért beszél, hogy hogyan kezd el az ember táplálkozni a saját élményeiből, a saját életet érdemes megírni, nem ezt az életet, ami körülöttem van. Önmagamat mutatom meg, és kész. 35 szimfónia,
nikotintól bűzös a szám, samponom pálmolív. A Gyömrő a cím, Gyömrő és Zrínyi utca 7 szám, ez valóban létezett, létezik ma is. Az állomásról vezetődő, Gyömrő olyan 25 kilométerre van Budapesttől. És én minden nyáron ott nyaraltam, Klodgatyára és Mezitláb, és ott a helybeli fiúkkal csúszlisztunk meg. Szóval életmentő volt az nekem. De utána aztán abba hagytam, amikor egyetemista voltam, már nem jártam Gyömrőre, és a Katona Mari nevű játszó, gyerekkori játszótársam ott ment férjhez, ott oda nősült, szóval az ő nagyszülei volt a ház, és ő panaszkodott nekem, hogy rengeteg levelet kap. Ennek a lemeznek a hallgatóitól. Irénnek írnak. Akkor úgy éreztem, hogy most is úgy érzem, hogy bőgni van kedvem. Hát ez csodálatos. Hát ez, szóval az, hogy ezek szerint a levél az megszólító műfaj. Úgyhogy azért volt szerencsés dolog ez az első levél, bár én szerintem a második levél sokkal jobb, de mindenből az első a legjobb, ahogy a nagyanyám mondta, amikor kínált ismeretlen étellel. Kóstold meg, mindenből az első a legjobb. És van ebben valami ősi megfigyelés valóban, szóval egy lemezből is az első a legjobb. Hát a Beatlesnek is az első lemezét mindenki ismeri. Szóval el lehetne sorolni azokat a számokat. Az melyik? Lam, love me do, you know I love you. Azon gondolkodtam, hogy lehetséges, hogy... Igazából nekem most, hogy így beszélgettünk, és így hallgattam a szavaiddal, meg a kommentjeiddel ezt a lemez, igazából te nem dalszövegeket írsz, nekem most, hanem filmet. Hát az előbb meg az volt a duma, hogy irodalmat írok, még az irodába. Nem azt szívesen vádollak meg ezzel, de... így minden egyben. De nem, de hát azért bocsánat, az összes jó dalszöveg a népdalban is képet idéz. Hát azért bocsánat, képekkel dolgozunk valamennyien. Igen, de mondjuk nem az a strófa szerkezet jön elő, mint egy népdalban általában nálad. Pláne nem, mint egy, ami a világban egyébként kint volt, a 70-es években megvan, tehát ez a refrén meg ilyenek. Uh-huh. Olyan nagyon nem érdekel téged, meg nem érdekeltek. Tehát tekkeltesen intakt. És azt akarom kérdezni, hogy ez a szuverén, mondtad az elején, hogy amikor megismerkedtetek Tamással, hogy írtál, de valójában nem írtál, és ez volt az első dalszövegpróbálkozás. Ezt jól értettem. Melyik? Hát ez, amikor akkor 70-ben elkezdtetek dolgozni együtt. 70-ben elkezdtünk, az a Ócskacipő volt. Ócskacipő, igen. De hogy ez tényleg így elsőre megvolt ez a hang, ami Bereményi Gézára annyira jellemző? Hát akkor én nagyon hamis vagyok, hogyha nem éneklem, de ez volt a szöveg, hogy az Ócskacipőt egy este már, oly vastagon lepte a sár, hogy végül megállt, csak bámult Désirée. Désirée így suttogott, Istenem, Istenem, micsoda vidék, micsoda egy ócska vidék, a cipőm milyen ócska már. Épp egy kocsma előtt gondolt arra Désirée, mit is mondott Antoine, tán egy éve lehetett, ne bámulj bambán, ha esik az eső, jó van, gondolta Désirée, tovább megyek. Ez volt az első. Azonnal lehetett tudni, azért költői lélek volt, tök rögtön értette, hogy azért ez rendben van. Azért ez rendben van. Ja, ezt mindannyian levettük elsőre. Már amikor először hallgattuk. Igen, és ez volt tulajdonképpen ez volt az első dalszöveg. És kitaláltam ezt a két nevet, utána ebből egy egész összeállítás, egy műsor, sőt lemez lett Antoine és Désiréből. Oda szeretnék valahol kiukadni, hogy te tényleg nem csak dalszövegíró vagy ezzel az egész jelenséggel, hanem te színházat csináltál, mert ahogy én értem, a te szereped tulajdonképpen ebben az egész Cseh Tamás Bereményi jelenségben, már nézést úgy is fogalmazom. Igen, persze. Nem egy puszta dalszövegírásról szó, hanem egy színház csinálásról bizonyos értelemben, ami...
Hát jó, de az egész műfaj színház, hát a maga a dal műfaj is, hogy egy ember kiáll a többiek elé, vagy több, és csinálják, és az emberek képzelnek mindent róluk. Szóval még egy rock együttes is ilyen. De nem írja be a dalszövegbe, hogy konszolidáció. Hát egyszer el kellett jönnie valakinek, aki beleírja. Köszönjük, hogy eljöttél. Egy kérdést szeretnék tenni még, hogy ennek a lemez, többek között ez a lemez is, de más lemez is, valamilyen módon folytatódik, mert találtál egy új partnert, társat? A másik Jánosra gondolsz? Vagy... Nem, a másik srácra gondolok. Márkra. Járai Márk. Ja, a Járai Márkra. Hogyne? Hát a Járai Márk az itt a Hadik Kávéházban. Meghívtak, hogy ez a Halott Pénz zenekarnak az énekese. Az egyik énekese, egyik tagja. Van valami a levegőben? Megvan? És hogy ez csinált egy ilyen Cseh Tamás estet, összeállított, betanult meg minden, és kiállt és elénekelt, és ez egy komplett est volt. És engem, mint Inyencet, az fokott meg az, hogy tud olyan tud rikácsolva énekelni, hirtelen nem tudom a szakkifejezést. De olyan szóval, hogy erővel és hisztérikusan is képes, ez előadóban nagyon jó. Szóval ez nagyon, nagyon, nagyon hirtelen új értelmezést ad a dolognak. Másik pedig az, hogy nagyon jól állította össze az összes, nem tudom, 800 vagy hány dalból azokat, amiket itt, és jól, a sorrende jó, saját sorrendje volt. És aztán végén gratuláltam neki, és dolgozunk együtt, igen, valóban lesz egy estünk. Úgy. Igen. És múltkor írtunk egy jó, elég jó dalt. Ugyanezzel a módszerrel. Nem múltkor, tegnap. Kicsit zavaros, tényleg. Hát, a tartalma a következő volt, hogy szintén valódi történeten alakul, hogy Nagy Judit az 12 éves, Kis Judit 11 éves, ők ketten barátnők, és odaállnak elém, és azt mondják nekem, én mondjuk 13 éves vagyok, és azt mondja nekem a Nagy Judit, hogy Kis Juditnak meséltem, hogy mit csináltunk még ketten múltkor, te meg én, és a Kis Judit azt mondta, hogy ő is akarja, hogy csináld vele is. Mit szólsz ehhez? Erre mondtam, hogy de jó, de tudja Kis Judit, hogy miről van szó. Szóval persze, mutassuk meg neki, mondta a Nagy Judit. Jó. Erre magamhoz vontam a Nagy Juditot, és hosszú csókba fortunk össze. És nekem életemben még olyan jól nem esett az a csók. Viszont egyszer csak Nagy Judit eltolt magától, és akkor kérdeztem, hogy akkor Kis Judittal is? És akkor azt mondta a Nagy Judit nekem, hogy vele, nem tudom, de egy biztos velem soha többet, mert ez undorító volt, és ott hagyott. És ez majdnem szóra-szóra így történt. Akkor a nők csapdájába akkor estem bele először életemben. És ezt meg lehet írni, azt bírom, hogy meg lehet írni a Járai Márknak, és el fogja énekelni, láttam rajta. Igen, ő elfogja. És nem tudom, mennyit beszélgetetek, de neki is vannak történetei. Viszont annak nagyon örülök, hogy olybá tűnik így módon, hogy valamiféle fonálfelvétel történik így, és újabb dolgokat írsz, és írtok. Igen. Úgyhogy ha nem probléma, hogy azt megismerjük, nem várjuk meg, míg legközelebb eltelik ennyi év, és egy Bakelitről hallgatjuk. Úgyhogy ha azt majd élőben előadjátok. Igen, ő adja elő, ő adja, én hamis és vagyok. Ott leszel. Ez az én bajom, uram. Akkor elmegyünk, és testületileg szerintem azt is megnézzük. Jó, köszönöm. Jó, én meg köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ma este, és segítettél kicsit még közelebb hozni bennünket a Levél nővéremnek. Hölgyeim és uraim, Bereményi Géza.
egy kitalált személy nevet.